a színész írók, író színészek sorozatunk mai vendége Márton András, aki nem csak író, hanem, mint említettük, ugye színész és a rendező is, és természetesen fogunk beszélni az élet útjáról, mert ő még fő is volt Los Angelesben. Most jelent meg nemrég egy nagyon olvasmányos könyved a Karakterből címmel. Mit jelent ez, hogy karakterből? Ez azt jelenti, hogy az Színházban és az életben is szerepeket osztránk az élet. A színházban a főrendező vagy az igazgató, az életben pedig egy egy, egy, egy magasabb erő, és ezeket a szere, ezeknek a szerepeknek meg kell felelni, ezeket el kell élni kell, akár ott, akár az életben. És ö, ö, különböző szerepek vannak. Vannak hős szerepek és vannak karakter szerepek. Ezt azért nagyjából mindenki tudja, hogy a Hamlet az egy hős szerep, az első sírású az egy karakter szerep nem azért meg kicsi a szerep, vannak nagy karakterszerepek is, vannak színészek, akik az egész életükben karakterből játszanak. Pécsi Sándor akárhány hős szerepet játszott, azt mind karakterből. Ő kitalált egy figurát, egy karaktert hozzá, és azt működtette. Ő egy picit mindig a saját személye, egy picit mindig mellette állt, és onnan figyelte, és minél függetlenebb volt a karakter, annál jobban dolgozott. A hős szerepnél az igazi hős szerepnél a hős színész, a Gábor Miklós, a Hamletet játszott, az, az egész élete, az egész kultúrája, az összes gyötrődése, tipródása, öröme, bánata mind benne volt. Azt kéri a közönség, hogy Hamletten keresztül szeretne egy mélyebb kapcsolatba jutni a színésszel. Tehát ez a kétfajta színészi megközelítés. Van persze hát rengeteg az átfedés, de és én úgy gondoltam, hogy én a ami, ami, engem valaha a színészet felé húzott, az az, hogy olyan sok meg lehet sokszorozni az embernek az életét, és ez a sok megsokszorozott élet, ez mind egy-egy karakter. Tehát én, mint apa, az egy karakter. Én, mint gyerek, az egy karakter. Mint beosztott, mint főnök, mint ez, mint az. Ezek, ezeknek mindnek megvan a maga, maga sajátos rendszere, kötelező viselkedés formája, és a többi, és a többi. És ez engem rendkívüli módon szórakoztatott életem során, még most is élek ugyan, és most is szórakoztat, még ami hátra van. Tehát, hogy engem inkább ez érdekelt a színészetben, és ez érdekel az életben, hogy Nyilván néhány szerepet az ember hősből kell eljátszon, de azért a szerepek többségét úgy karakterben. És hát ez a könyv arról szól nagyjából egészéből, hogy én miféle emberekkel, karakterekkel találkoztam, vagy kellett alakítanom, vagy élnem. Úgyhogy ez ezt jelenti. András, ez egy nagyon tanulságos könyv mindenkinek. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak azoknak, akik téged szeretnek és ismernek, és figyelik a pályádat, hanem bárkinek, mert nagyon sok tanulsággal szolgál. É, nagyon olvasmányos, tehát tényleg nem lehet letenni én úgy gondolom. Rövid, pici kis részekből áll, és egymásra építkeznek, és tényleg, ahogy te mondod, a magánélettől a, a szakmai karriereden át rengeteg dologról írsz benne, de nagyon sok, mint említettem, tanulsága van a számomra az, hogy több lábon kell élni, hogy mindig fel tudunk állni, akárhogy vagyunk mélyen, akkor is ki kell találni magunknak, hogy mit csinálunk, hogy egy színművész, író, egy, egy rendező ember egyszer csak elmegy, és Finországban mondjuk építkezik, és akkor abban is megtalálja az örömét, hogy világpolgárnak kell lenni, hogy nem szabad elkeseredni, hogy nem szabad soha feladni semmit. Úgyhogy ez egyszerűen az, hogy te kitalálsz. Hogyha nem Magyarországban, akkor Finországban, nem, akkor Amerikában, akkor akkor alapítasz egy egy főkonzulátust, és hogyha megint valami nem stimmel, akkor elmegyek New Yorkba, és akkor oda dolgozom, akkor hazajövök, akkor akkor itthon elmegyek ugyanúgy vidékre, ide például Budaön játszani, igen, mert igen, emlékszem igen. rá, hogy itt is láttalak, de ha nem, akkor nyíregyházára hanem akkor a posztra elmegyek, mert érdekelnek a többiek, és válogatom azokat a darabokat. Tehát egyszerűen mindig, mindig meg kell találni Igen, és azt az is, a lehetőséget, ezzel, ami van. Szó, amit te most mondasz, az nekem, nekem olyan, annyira annyira örülök, mert hogy ez akkor célba ért, amit én gondoltam. Én is azt szerettem volna, hogyha az ember, aki ezt a könyvet elolvassa, körülbelül ezt mondja, amit te mondtál. Rendkívül jó esik, hogy ezt mondod. És én abban látom ennek a titkát, hogy ugye mi hát itt, ebben, a, ebben a régióban, ahol mi élünk, ebben ez, a, ez, a, ez az immobilitás. Tehát mindig egy helyen szeretünk maradni, hogy ne változzon körülöttünk semmi, egy lakásban éljük le az életünket, egy szerepet játszunk egész életünkben, ahhoz hűségesek maradunk, hisszük mi azt, hogy ezzel. A bibliai talentum történetét, hogy mi nem szaporítjuk a talentumot, hanem ülünk rajta és véka alá rejtjük. És én azt hiszem, hogy ahogyan a, a bibliai példázat is mondja, azt meg kell sokszorozni. A, a, azt arra hívott minket el a Teremtő, hogy azt, amit adott, azt mi valahogy sokszorozzuk meg, kinek ez az útja, kinek az az útja. Én úgy gondoltam meg sokszorozni, hogy ezeket a karaktereket, amelyeket nekem kiosztott az élet, ezeket örömmel és szeretettel és kíváncsian játszom. Tehát, hogy ebben mindig volt egy, egy, játék, amely megóvott attól, hogy túl komolyan vegyem saját magam, túl komolyan vegyem azt, amit, amit hát, ugye elhitetnek az emberrel, hogy te ide tartozol neked, ezt kell csinálni, nem biztos. Tehát azon gondolkozom, hogy, ugye, hogy hűségesnek lenni egy színházhoz. Hát miért legyek én hűséges egy épülethez, amikor az nekem nem jelent semmit. És a színházban ezerszer cserélődött az igazgató, a társulat, az, de én ott hűséges vagyok. Nem, miért legyek hűs? Jó ez nekem? Nem. Gazdagodom én ettől? nem, nem, nem gazdagodom. Tehát én elmegyek. Mondjuk de kell hozzá egyfajta krakélenség. Tehát kell hozzá egy olyan, Igen. hogy most mindent feladok, és. Igen, és, biztos, és hogy kell. Tehát... Újra kezdek előről. Szóval azt hiszem, hogy az egyik legnehezebb dolog az, hogy az ember... Eljut arra a pontra, hogy azt mondja, hogy én megengedhetem magamnak, hogy x-ről y-ról véleményem legyen, és ezt a véleményt ne kelljen nekem szégyelni, én elmondhassam azt, amit ebben a könyvben elég sok emberről elmondok. Én azt gondolom róluk, úgy vélem, természetesen meggyőzhető vagyok az ellenkezőjéről is, de az én eddigi tapasztalatom szerint ez így van. És hogyha az ember. <tosz> szegény Gosztonyi János itt az eszembe, aki nekem tanárom volt, és ugye ő egy nagyon művelt, konfliktus kerülő ember volt, de tele volt feszültséggel. És nagyon azért, halkszavú, halkszavú volt, halkszavú ugye nagyon igen. A férje. és ugye, És a élete vége felé írt egy könyvet, hogy láttalak, leír, megírlak, ez volt a címe, és ebben rendkívül bátran leírta arról, erről, meg arról, meg amarról. Tehát az ember élete felé van egy ilyen vágy arra, hogy végre el mondhassa felelőtlenül azt, hogy mit gondol, hogy mit gondolt ezekről az emberekről, és ennek a kötetnek aztán kijött egy második, vagy a egy második kötete, amelyben gyak gyakorlatilag mindent megbánt. Szóval, hogy, hogy most ezt nem képletesen érte, mondom, érte, érte. De az, abban, az abban leírtakban csak jókat, jókat mondott azokról, akikről egyébként is mindig jókat mondott. Tehát, hogy ez a bátorság egy pillanat alatt eloszlotta, hogy a következő kiadás megjelent, de hát ez csak egy kis... Uh, de a, semmi a, a, sem fehér és fekete. Persze, Mert persze, például, a Jordán Tamással ugye együtt alapították a Merlin ott volt ez a sok konfliktus, majd olvassák el, igen. tehát nem mondjuk el a kedves olvasóknak, hogy ez mi, de később meg ők kért fel téged arra, hát ez egy, hogy egy apostol nagy, a nagy szabású, nagy szabású emberről, be persze, tehát hogy a, hagyjuk a dolgokra kifutást, és ne, ne ítélkezzünk mások felett ö, hírt elhamarkodva. Én azt hiszem, hogy abba a korban, én 70, most lépek a 74 be hát most abba a korban léptem, amikor én igazán elmondhatom, hát most mi történik? A nyugdíjamat talán nem veszik el, hát szóval, mert hát ugye elég Semmi sokat dolgozom, és hát nyilván. Sem. szóval, hogy azt, azt hiszem, hogy ez egy, ez egy, nagy szabadság, hogy az ember ezt megteheti. Idézzünk fel néhány helyszínt, néhány embert, néhány hangulatot. Azt mondom, hogy horvát kert. Jó ja, Istenem! Hát az volt a gyerekkorom, az a horvát kertben, ott egy nagyon érdekes Ér, na tényleg érdekes kompozíció volt, mert mi egy házban laktunk, a, három, há, három vagy négy ház volt egymás mellett ott a horvátkerti kerti oldalon, a Krisztina Köruton, és akkor ott lakott a Benkő Laci, Máté Péter, Jeszenszki Géza, ö, az én szegény bátyám, aki meghalt, aki egy egészen nagyszabású ember volt. Volt ott Horváth Gabi nevű fiú, aki a Szegedi Egyetemen lett ezen a nagyon híres biológiai központ, vagy mi a csodába kutató. Tehát, hogy valójában mindenki aki ebben az én gyerekkoromban főszereplő volt, az mindegyik azt az utat járta, méghozzá kivételes tehetséggel, amelyet akkor kitalált magának. Szóval úgy, úgy, úgy emlékszem a Benkőr, a Máté Peti, hát pont velem szembe lakott, és ahogy ő komponált, és ahogy folyt az élet, életünk egymás előtt, tehát ez rendkívül érdekes volt, tehát azt kell mondanom, hogy ez egy valamilyen jó erők működtek ott a Horvátkert környékén, a Petőfi gimnázium és a, 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 a lakásunk. Mi át is láttatok az ablakon, hát, ugye persze, emlékszem, igen, hogy a anyuka átlátott az rátsz a meg Égtem az osztályban a táma óriási, szóval. óriási dolog, azért De ilyen az is a... ritkán van egy ember csodás, életében. Csodás, csodás, csodás világ volt, és ugye abban a nagyon szűk levegőben, ami a, az 50-es éveket jellemezte, abban, egy olyan belső szabadság volt, hogy mi ott egy ilyen kis parkban, meg hát néha kimerészkedtünk a Tabár, tabánba, Gellért hegyre, és abban az időben ugye még bombatölcsérek voltak, meg halott katonák, meg lőszerek, meg nem tudom mi a fene, szóval ez egy hallatlan sok izgalmas. érdekes történet is van. Hát igen, igen az 56-ról, az 56-ról, ami, ami hát szintén életem nagy élménye volt. Tehát a, a forradalomnak Hát az, az, igen, hát ez egy olyan erős, ugye 13 éves voltam akkor, És amikor... És te aktívan vettél részt, nem úgy volt, volt de szóval csak minden, róla. Minden, minden kortársam, aki igen. éppen kamaszodott, Hát annak ez valami döbbenetes volt. Szóval döbbenetes volt, hogy olyan dolgok történtek, amelyek azt megelőzően soha halott embert látni. Lelőnek valakit, ö, ö, hogy, hogy sebesülteket ápolnak, hogy, hogy vala, valamiért emberek az életüket adják. Hát hihetetlen. Szóval, és ugye ebből a, ugye az 50-es években minden a családon belül mást tanultunk, mint az iskolában. Én és van. megtanultuk ezt a kettős beszédet. És egyszer csak úgy szembe találta magát az az utcán az ember ezzel a nagyon-nagyon nagyon valóságos élettel. Hogy hát a konfliktusok lehettek itt a mélyben, a, amelyek embereket utcára vittek az életük feláldozására ez kívánom is, hogy olvassák el, mert ez egy nagyon tanulságos, és egy nagyon izgalmas, és egy nagyon hát, ö, élethű történet, és főleg most ugye közeledik a igen, 60. évforduló, tehát évet, igen. ez így van. Akkor beszéljünk egy kicsit a főiskoláról, aztán később Ádám ottóról, Kaposvárról, Katona igen. József színházról, tehát ott voltál egy csomó színháznak az alapításánál. Igen, igen. Én, a, én a nagyon boldog vagyok azért, mert Valahogy hogy úgy alakult, hogy nem vettek fel rögtön, és akkor engem az Ádám Ottó osztályába vettek fel végül. Én egy picit már idősebb voltam akkor a többieknél. Tehát voltunk páran, Ronyec Mari is idősebb volt. Tehát egy páran, vagy hárman, négyen, picit idősebbek voltunk, és az Ádám Ottó volt az az ember, aki engem olyan mélyen megérintett, hogy én nem tudtam volna azt korábban elmondani, hogy én milyen szeretnék lenni, hogy hogy szeretnék gondolkodni, és hogy szeretnék beszélni. De amikor az Ádám Ottót megismertem, akkor rájöttem, hogy én nekem, én nekem ez a humor, ez a bölcsesség, ez a nyugalom, hát ez olyan, mintha hájjal kenegetnének, és ez egy, egy nagyon nagy boldogság volt. Az nem volt akkora boldogság, hogy az Ádám Ottó nem hívott engem a madácsba, amikor én végeztem, akkor én elmentem a végszínházba a Várkonyihoz, akit nem nagyon szerettem. Nem éreztem jól magam, és onnan aztán elmentem a József és ott nagyon boldog voltam. És aztán később hívott az ottól, hogy oda menjek, de akkor már a zeniten túl volt a színház, az a korszak, ami, ami az Ottónak volt a nagy korszaka, és akkor azt se tartott sokáig, és aztán közben ugye a... Át a, a átalakult, igen. Á, igen, és hát közben ugye én nekem nagyon jó barátom volt a Zsámbéki Gábor, akivel együtt jártunk a főiskolára, és a Gábor hát elhívott engem Kaposvárra, de én ott kicsit úgy kívül maradtam, nem, hát nagyon benne voltam, mert játszottuk az ahogy tetszik de úgy a társulati létbe én annál egy kicsit valahogy úgy nem, nem, nem szerettem ezt a sok szenvedést a nedves falak közt az Adi Endre utcai színészházban ott szenvedni, ez nekem valahogy úgy én szívesen szívtam a jó levegőt, meg vitorláztam, sportoltam. Volt közös vitorlátok, Igen, igen, a Gábor igen, igen, Gáborral, meg a Kuzbamilla barátommal, hogy de hogy nekem azért úgy az élet, az nagyobb kaland volt, mint a színász, de, a szín... de én azt hiszem, hogy ha az ember egy valamit csinál, akkor azt csinálja úgy, mintha az örökké valóságnak csinálná. Én egy produkcióba, ha igazán el tudnak hívni, Nekem a legnagyobb öröm az, ha úgy tudom csinálni, mintha az örökkévalóságnak csinálnám, bár tudom, hogy holnap annak vége lesz, és egy rövid periódus után a darab lefut, és el, elvész a semmibe. De a kaputpály és, jelenségnek is vége hát lett. Hát vége lett, után. ugye, de hát az, az, a, a, azok az előadások, amelyekben én ott részt vettem, meg hát később a Katona József színházban is, a Halleluja, meg a hogy Hazatérés, ne, kornés, hát ezek, ez, ez, ez maga volt íz, az örökkévalóságnak uh -huh. készített de. Igen, tehát ezek, ezek zárt üzenetek voltak a, nagyon az utókorra, amelyekről tudtuk, hogy ott lehet, hogy hirtelen célba ér, és sok ember elolvassa, de ennek az üzenetnek a, a, a lényege el fog veszni évek, évtizedek múlva. Tehát azt is meg kell tanulni, hogy az ember könnyű szívvel lépjen ki abból, amibe egyszer az életét tette, és én ezt nagyon jól megtanultam, és ez örömöt okoz nekem, hogy, amiben bele tudom tenni az életemet, én abból ugyanon könnyen ki tudok lépni, mint egy elkopott cipőből. Viszont szóval... egy nagyon szerencsés ember is vagy, Igen. vagy nagyon jó géneket is örököltél, hogy ennyi mindenhez értesz, hogy fizikai munkát, kevés színművész van azért, aki ennyire tud, és ennyire ért a fizikai munkát, és aki örömét leli benne, és Igen, kitalálja, a... hogy akkor én most elmegyek. Igen, és ez az asztalosság, és vagy a... ács munka, ez csodál, csodálatos dolog, mert ha már nem tudom csinálni, és mikor megkér valaki, hogy te olyan, tehát, főzé, tehát értesz a fához. De otthon ott megszerelsz dolgokat. Nem nagyon szerelem, azért nem? nem szerelem meg, mert ahhoz egy írtó ügyesnek kell lenni, és össze kell tudni hajolni nagyon kicsinek, kicsire, és bemenni uh -huh. a mosogató alá, és hogy ja, bütykölni. Én. én nem tudok már bemenni a mosogató alá bütykölni, meg a dolgoknak a megszervezés, nincsenek szerszámaim, nincsen, uh -huh. száll, nincs, hozzá, nincs hozzá egy ilyen nagy kifutás. És mondom, ez, a, ez fáraszt engem a legjobban, hogy a dolgot összeszedni, alábújni, megszerelni, lehajolni, ez szörnyen elfáraszt. Úgyhogy minden maradék energiámat a sportba, teniszbe ölöm, nagyon rosszul teniszezek, de nagyon szenvedélyesen. Sok színész barátoddal együtt, úgyhogy ők mind, Rendszerint mind nagyon tenisesnek. megaláznak engem a teniszpályán. Székely Jóskára emlékszem, hát, Jóska nagyon mondta, jó teniszezik, vele nem szeret. játszottam még, de talán egyszer párost játszottunk, de ő, jó, ő nagyon jó játszik. Én meg nem játszom. Jó, de mondom, nálam szenvedélyesen tenisze, színésztenizező nincs. <laughs> de visszatérve a fizikai munkára, abban is ugyanúgy örömödet találtad, ugyanúgy megalkottál valamit, Igen. ugyanúgy pénzt kerestél, ugyanúgy gyártad a világot, ugyanúgy ö, csomó emberrel megismerkedtél. Tehát egy másik világba, amit lehet, hogy aztán később beépítettél valahol valamilyen szerepbe is. Az ugye mindig, mindig a legérdekesebb maga az alkotói folyamat. Hát szóval, hát sokért nem adnám, ha tudhatnám, hogy Michelangelo hogy alkotott, hogyan gondolkodott. Az a végeredményt Sánnyire látom. Az a végeredményt van. látom és szeretem. De ami igazán érdekel, most voltam Madridban, megnéztem a Prádóban a, a nagy bos kiállítást, és hát hogy nézem ezt az embert, az az ezer apró ott ég egy ház, ott kivégeznek egy embert, ott leskelődik valaki, hogy mi ment a fejébe ennek a palinak. Tehát én ezt nagyon sokért nem adnám. És engem az érdekel igazán, hogy mint asztalos, azt mondják nekem, hogy ide kéne egy olyan asztal, amelyiken mi újságokat, íveket fogunk összetolni egy nyomdába, de itt vigyázni kell a lábánál, mert itt van egy gép, amelynek az alján van valami, tehát ott be kell menni. Aha, akkor az ember elkezd gondolkodni, rajzolgat, és elgondolja, hogyha a csapolást úgy csinálom itt meg, akkor azon egy olyan erő, arra egy olyan erő, hogy ennek a megfejtése egy különlegesen érdekes keresztrejtvény. És ha ez összejön és megcsináltam, akkor én hallatlanul boldog vagyok, hogy na, hát ez megvan. Tehát ezt csak odafigyeléssel, valóságos kapcsolattal lehet megteremteni, és pontosan kell mérni, és pontosan kell vágni, és pontosan kell illeszteni. És ez egy nagyszerű dolog. Nálunk a politikusok, akkor politikusok. De hát akár Ronald Reagan, akivel te ugye kép is van itt, és milyen kapcsolat volt és találkozás, ugye egész máshonnan indult. Tehát, hogy, hogy nem az van, hogy én most elhatározom, hogy beülök egy székbe, és akkor mai naptól én politikus vagyok, hanem hogy ott is van egy előélet, és egyáltalán nem ö, probléma, pontosabban csak haszon az, hogyha valaki előtte nem ezzel foglalkozott, mert jobban ismeri azért a környezetét, az embereket, jobban látja, hogy mit kell segíteni. De hogy amikor te egyik pillanatról a másikra, ugye főkonzul lettél, akkor az megint egy másik karakter, egy másik szerep, hát, és találkoztál régen, meg... a és Dájánával, és találkoztál ö, rengeteg olyan ö, milliárdossal és gazdasági, ö, nagyhatalomnak a, vezetőivel, hogy ezekkel is mindenkivel ugye meg kellett találnod a hangot. Hát a legérdekesebb a konzuli, vagy főkonzuli munkában, vagy ha úgy tetszik a diplomáciában, a kapcsolat teremtés és a kapcsolattartás. Ugye ez két egészen különböző folyamat. A kapcsolatteremtés az azt jelenti, hogy az ember, mint a vadász, Kiválasztja azt a trófeát, aki a leg, leg, legérdekesebb, akitől a legtöbbet tudja meg Magyarországról, az adott kérdésről. Ez, be, ez becserkészni, ez egy nagyon érdekes folyamat. Info, ez, ez, ez ezt mondta róla, azt mondta róla, amarról meg azt mondta, nézzük meg. És így hogy lehet ezzel egy olyan kapcsolatot létesíteni, amely kapcsolat túl van a formalitáson, amely kapcsolatban valami kis, privát anyag, kis privát hús is van rajta, amelyben lényegesen többet lehet megtudni, nem csak az emberről, hanem magáról, a gondolkodás módjáról, az otthoni beépítettségéről, tehát mondjuk egy svájci diplomata, hogy vajon mi, hogy van ő az ottani kormányjal, milyen az ő kapcsolatrendszere, stb. 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 Tehát ez egy nagyon izgis dolog. A másik pedig ezt a kapcsolatot tartani, ahhoz én tök hülye vagyok. Ez az elsőben én nagyon jó vagyok, de a másodikhoz tök hülye vagyok, viszont mindig nagyon jó titkárnőim voltak, akik ebben zsenik voltak. Tehát amikor titkárnőt kellett keresni, akkor az volt a legfontosabb, hogy a dolognak ezt a részét oldja meg. Írja be a naptárba, mikor van a születésnapja, mikor van az ez, meg mikor van az az, mikor kell ezt küldeni, meg azt küldeni, meg meghívni. Tehát ez egy nagyon jó csapatmunka, ami, ami aztán nagyon sokat hasznosult az én színházi életemben, és mint, mint rendező is, ugye, hát, hogy az ember a dolgokat úgy rakja össze, hogy azok mindenkinek örömöt okozzanak. Tehát, hogy a, a, ahol ott marad benne valami kis feszül, ott mindig baj van, ott, ott mindig elrecsen a dolog. Díszlettervező... De miben kell másképp viselkedni a régennel, amikor találkozol? Vagy pedig, hogyha oda jön valaki Los Angelesben egy kint élő magyar, aki azt mondja, hogy ja Istenem, végre itt van kedves művész úr, és akkor én most itt verset szeretnék mondani, és a, az egész életművemet be akarom mutatni, és én vagyok a legnagyobb magyar itt kint, és akkor szóval ezt meg a... kell oldani? Hát el, el, először is örülni kell neki, hogy Szóval nem szabad megijedni ezektől, hanem szerintem minden kihívás, minden, minden új feladat egy kihívás. És ha valaki nem örül a kihívásnak, akkor ne menjen, ne menjen ki hazúról, üljön a lakótelepben otthon, és ne menjen el, mert kihívások fogják érni. Szóval azt hiszem, hogy egy hogy a Ronald reagan hogy elég jó kapcsolatot alakítottam ki, de hát sok más akkor el, akkori élő elnökkel is, tudom, még a Nixonnal is találkoztam. meg. Clintonnal, meg még a Fordal is, meg szóval tehát egy csomó ember, és ezekkel olyan jókat beszélgettem, de mondjuk a, a régen az jó, az, az azért volt érdekesebb. Vagyis, na minden, visszaug, visszaugrok a mondat elejére, hogy Hát ugyanúgy kell beszélni, mint bárkivel. Gondolom, ez a titka. Tehát, hogyha én hirtelen hétrét görnyedek attól, hogy a Diana azt mondja, hogy nézem már meg itt a fülem, hogy feltörte a füldugó, akkor azt kell mondani, hogy Jé, tényleg, ugye, és nem azt kell mondani, hogy én nem vagyok itt, nem figyelek oda. Tehát, hogy a szeretetteljes, adekvát választ kell adni minden kihívásra, és akkor abból lehet kapcsolat. A formális kapcsolatokból csak formális kapcsolat fejlődhet tovább. Tehát, hogyha az ember nem próbálja áttörni ezt a határt, úgyhogy nekem aztán én megkért engem a régen, hogy mondjak neki, Ruszki vicceket, vicceket. és Igen. akkor elmentem hozzá, és akkor összegyűjtöttem egy pár viccet, és ő is mesélte nekem viccet. Nagyon jókat röhögtünk, szóval az írtó jó volt, Igen. és érdekes, hogy a, a, a YouTube-on van egy egy kis videó, ahol a Ronald Reagan orosz vicceket mesél, és az egyiket elmesél, amit én tőlem hallottam. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy öröm. Szóval, uh -huh. hogy. hogy ez ugyanolyan, hogy meg kell érteni egy ember szándékát. Tehát, hogyha beszélgetek valakivel, meg kell, meg kell tudnom, hogy ő egyrészt mit akar hallani, miért van velem, hogyan kell kezelni, mi, mi, az, ami, mi az, ami őt érdekli, és mi az, ami őt tökéletesen hidegen hagyja. Tehát most ne, nem fogok leülni számokról beszélni egy olyan emberrel, akit ez abszolút nem érdekel. Tehát ez egy. Az évek során én ezt kifejlesztettem, meg csináltam is belőle egy tananyagot, egy ilyen kommunikációs tananyagot, ami nagyon jól működik. Ugye, hogy ez a négy temperamentum, tehát a kolerikus, szangvinikus, flegmatikus, melankolikus, hogy ezt hogy lehet, ki, hogy lehet kitalálni három mondat múlva, hogy ennek aztán felesleges a divatról beszélni, mert ez aztán abszolút nem érdekli. De, de a számokról annál inkább, stb. Tehát, hogy, és ez egy nagyon jó játék, nagyon izgi játék. Hogy lehet azt elkerülni, vagy egyáltalán lehet-e, hogyha valaki ilyen komoly pozícióba kerül, hogy akkor úgy mindenki hirtelen ö, rá ö, szokik, és oda megy, és, és legfontosabbnak a saját ö, dolgát tartja, és hogy hogy valamilyen módon azt tud tisztába tenni, hogy én ide azért jöttem, hogy a magyar kultúrát megismertessem, és azért kitaláljak valami olyan hasznos, és továbbvivő dolgot, ami ami mégiscsak értéket képvisel, és te viszont most ide pont ebben nem passzol. A legnehezebb mindig nemet mondani. Ugye most a New York Magyar Kulturális Központról beszélünk, ahol Hát ugye az volt a feladatom, hogy azt, azt, az általam, tehát erre voltam felhatalmazva, az általam jónak tartott művészetet, képzőművészetet, zenét, színházművészetet, általában a magyar kultúrát, az általam jónak tartott részeivel ott propagáljam. Az én utódom, az orsós Jakab László, ő más tartott fontosnak, én szerintem az Amerikában nem jó. Tehát, hogyha azért nem jó, mert ugye Amerika tele van, tele van. Ö, ö fringe-el, ha valaki nem érti, tehát tele van alternatív művészettel, ugye, tehát New York app attól pezseg, oda egy magyart elvinni, az nem látszik. De hogyha az ember egy ilyen kulturális központban a magyar adófizetők pénzért terjeszti a kultúrát, próbálja megtalálni azt, amelyik a legnagyobb tömegeket érinti ott meg, tehát nem csak egy egészen szűk egyetem környéki magyar vonatkozás iránt érdeklődő értelmiségit, hanem mondjuk egy olyan szélesebbet. És akkor ezért mi az ottani nagyon jó munkatársammal, Magyar Kálmánnak kitaláltunk egy, egy olyan programot, volt olyan program, amelyet 40 ezeren láttak. Tehát szóval, hogy öt, nagy turnékat szerveztünk, fiatal tehetségeket hoztunk össze a Columbia Artist Management ügynökeivel. Tehát, hogy, hogy megpróbáltuk ezt a magyar kultúrát, annak azt a részét, amelyik igazán versenyképes, érdekes, unikális, nagyszabású eljuttatni arra a hatalmas földrészre, ahol 350 millió ember lakik. Hát Csepp a tengerben, de akkor is, mégiscsak úgy érzem, hogy ennek van némi hatása, ha egy általán van hatása, de valami van. Nagyon sajnálom, hogy téged utána hazaküldtek, ezt itt nagyon őszintén hát leírt, tehát... hogy ez hogy történt, mint történt, de ezt olvassák el. Gábor Zsazsa, -zsa. Mesélj, nekem egy kicsit az annyira izgalmas és érdekes volt, hát, hogy tényleg egy. Szóval valahogy az életében is, magánéletében is egy művész nő. És, egészen és különös. És egy különleges valaki. Egy nagyon legyen. különös jelenség, és ilyen nagyon harsány, és olyan de még mindig él, ugye? 100, 100, 100, az édesanyja 103 éves korában halt meg, ha jól tudom, és ugye a Zsazsának amputálni kellett az egyik lábát, és ez igen. a mostani férje nagyon hűségesen ápolja a, a hírek szerint, hogy a Zsazsa egy ilyen rendkívül, rendkívüli módon otthon volt ebben a világban. Tehát ő úgy érezte, hogy ő akárhova megy, ő a háziasszony. asszony. Tehát Mint ő a van is a Lulában volt valami, vagy van valami, bocsássa meg nekem, ha ezt mondom, valami kapkodás, valami, valami kicsit tébolyodott, excentrikus, de a zsazsa az összehúzott szemmel figyelte a világot, látta, látta hogy hol van valami kis elpusztítható, látta, hogy hol van valami csillog, kiragyogást ígérő lehetőség, és ezek köztül mester ilyen lavírozott. Szóval ahogyan ő a, tudom én találkoztam vele egyszer-kétszer, ilyen ez a, ez a Bistro Garden Hollywoodban a legmenőbb étterem, és akkor ott néha rendezvúztunk, és akkor ilyen nagyon hangosan, hogy András, gyere, nézd csak ide, az, az, a, azt a szőke csajt, az, az a barátnője, ha nem tudom én kinek, és ezeket a pletykákat, és olyan nagyon benne volt ebbe az egész hollywoodi életbe. Hát nagyon érdekes volt, nagyon érdekes volt, rendkívül nehéz. Engem szórakoztat, és látom a gonoszságát, szóval látom, ahogy hirtelen egy kis fiatal lány, aki ott hegedül annak azt tudja mondani, hogy a, egy, a, a, a jelenet csúcsán azt hogy hogy is hívják a kicsikét? Szóval, hogy hogy tud tönkretenni egy, egy, egy érdekes, jó pillanatot, nagy, na, nagy, ö, nagy, nagy ér, hatalmas érzékkel a, a, az önmenedzseléshez. Ö, ez az igazi díva. Tehát, hogyha valaki akarja tudni, hogy hogy néz ki valójában egy csárdás királynő, ugye? Tehát egy olyan asszony, aki lejön a lépcsőn, hát Egy valódi az a Zsa -Zsa, tihanna, Ez az igen, éle, Ő ezt igen. az életszerepet játszotta a televízió kamerák előtt is, és az életben is, és hát ő ebbe teljesen, ebbe lubickol, tehát szegény, bizonyára most nagyon keserű neki a, a, ez a végjáték, persze, persze. adjon Isten neki nyugalmat és, és megnyugvást. Nem tudom, miért pont Zsazsára jutott eszembe, de még vissza szeretnék egy kicsit térni, mert ugye említetted Pécsi Sándort, és hogy te tényleg a nagyon nagyokkal együtt játszottál, és játszol most is, hogy vannak, de azért mégiscsak a régiekre visszaemlékezve, Latinovics. Hát az Latinovics nekem így, ahogy ugye én elég sok színészpedagógiai munkát fordítottam magyarra, és tanítottam Kaliforniában a Örványi Egyetemen, egy Robert Cohen nevű professzornak az egyetemén, vagy a tanszékén, és a Robertnek a, a, könyveit szoktam én fordítani magyarra, vagy fordítottam kettőt, hármat magyarra. És ennek a rendszernek az a lényege, hogy mitől jó színész egy jó színész. Ugye ez a kérdés mindig felmerül, de erre olyan ködös válaszokat szoktuk kapni, hogy nagy a személyisége, meg nagy, ki? Persze. És van benne egy rendkívül egyszerű tétel, ha valaki jól tud fenyegetni, jól tud csábítani, és ezt a kettőt habozás nélkül fel tudja cserélni, az szerint, ahogy az célja, a karakter célja megköveteli, akkor nagy színész, nagy ember. És a Latinovics Zoli születetten nagy ember volt, ő ezt nyilván nem tanulta. Én ismerem az ő összes írását, erről így nem esik igen, szó. Én is. De ő így élt. Ő belépett egy helységbe, és mindenki fenyegetve érezte magát. És kíváncsi volt, hogy most mit csináljon. És mindenki ráfigyelt. És mindenki A, a, pillanatban, a következő igen. pillanatban elmosolyodott és kisütött a nap. Aztán meg... Tehát, hogy ezek az igazi nagy személyiségek, akiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát ez egy eszenciális mondat arra, hogy mi a nagy ember, következésképp mi a nagy színész. Tehát egy harmadik Richardot nem lehet eljátszani úgy, hogy az ember ne tudna fenyegetni és ne tudna csábítani. És a, és a világ nagy politikusai azok pontosan ilyenek. Egy nagy politikus, akivel leülünk tárgyalni, az lehet, hogy nagyon nyájas az első pillanatra, de az tud tud nemet mondani, visszatérve az előző, hogy hogy lehet. Azt kell tudni mondani valakinek, hogy nem. Engem ez nem érdekel. Van valami jobb ötleted esetleg? Mm -hmm. Köszönöm szépen a viszontlátásat, kérem a következőt. Írtó nehéz. New York. New York, és ott már a szerepléseidről is mesél nekem, mert ugye ott saját magad is bemutatkoztál, és, Igen, és hát az egy és és az egy is. Nagyon-nagyon nagy, nagy... Út volt az ott. Nagyon nagy nagy klassz klassz volt, emlékek. mert úgy jött össze, hogy ilyen tárcaközi torzsalkodásból nekem, mikor kimentem New Yorkban, aztán kiderült, hogy nincs megalapítva az Egyesült Államokban a Magyar Kutönes Központ. Épület És mi mindig nem is alapították meg ezek Igen. a borzalmas hivatalnokok, akik Igen. Ezekben a minisztériumokban ülnek, a külügyben, meg a kulturálisban, meg az ebben, meg az abban. E, e, nagyon nevetséges, de hát tessék elolvasni, ilyen nagyon nevetséges történetek jönnek ki ebből. Na de, ugye hát nekünk dolgozni kellett, és én ezt nagyon nagy örömmel tettem, és e, a, valahogy a sors elém dobta azt a lehetőséget, hogy a, a, a szávális vezényelt, akkor még élt, ugye későbben meghalt, a Wolfgang Szával is nagyon nagy karmester volt, és ő a filadelfiai zenekarnak volt, a szimfonikusoknak volt a karmestere. És ők a kékszakálú herceg várát játszották, mutatták be a Kovács Kolozsal és a Petra Langgal, aki egy német énekesnő volt magyarul. És azt mondta a is, hogy neki kéne a prológ. Ezt a prológot ő hallani akarja magyarul, hogy ez hogy néz ki, hogy hogy van ez az egész. és rengeteg ember volt ott. Na, először ez Philadelphiába. Uh -huh. Jó, később uh, igen, igen, igen. Uh, Csináltuk, és akkor hát felkértek engem, kiderült, hogy egy magyar színész a kulturális központ igazgatója, és mondtam, hogy ez milyen jó, ez pont akkor tudnánk megnyitni a kulturális központot, amikor ez a filadelfiai zenekar átjön New Yorkba, Carnegie Hallba. És akkor azt mondták, hogy jó, 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 de hát a, a prológot, hát azt el tudnád mondani? Hát mondom, hát, hogy a csodában ne tudnám elmondani. Én rendben van, akkor akkor itt leszerződünk, te fogod a prologot mondani, és akkor ö, ö, New Yorkban mi úgy szerveztük a megnyitót, hogy pont ez volt a megnyitó. Este vettünk száz jegyet, azt kiadtuk a protokoll vendégeknek, és pont a Carnegie Hall-a szemben az 57-es utcában ott van a Columbia Artist Management Inc., ugye, amelyik a világ legnagyobb művészeti menedzsment cége, Hihetetlen ügynökökkel, komoly zenei, népzenei, stb. stb. vonalon, és akkor ott elkértem a, 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 a nagy termet a Kolumbiában, és ott csináltunk egy nagy bankettet, és ugye milyen érdekes az, hogy a 50-es utcán, ha tovább megyünk a keleti oldalról a, a nyugat felé, akkor ott van Bartók Béla utolsó lakhelye, ugyanabban az utcában. És akkor azt találtam ki, hogy lement a Herceg Hercegvára, a Philadelphia, a szaválissal, meg velem, ugye? És akkor vásároltunk kosutnak egy, vagy a Bartoknak egy nagyon korai műve a Kosut Szimfónia. És hogy ez a furcsa dolog, hogy Bartók Béla ott halt meg, Kosutnak egy kicsit a tovább menjünk a riverside ra ott van a nagy szobra, és hogy a Kárnegi a, a hol, és Bartók Béla, és Kosut Lajos, akkor volt a Kosut amerikai. Egy, turnéjának, egy fél éves turnéjának a, a, az évfordulója. Tehát, hogy ilyen furcsán összeálltak a dolgok, és hogy megnyílt a magyar kulturális központ, ami egy rendkívül fontos esemény volt abban az időben, nem, nem csak a magyarságnak, hanem Magyarország úgy, úgy, tényleg porondra tudott lépni. Hát aztán most kicsit aztán úgy átszoktak ezek mindig alakulni, de én ezt így fogtam fel, mint egy nagyon nagyszerű és nemes küldetést, és hogy ugye ezek a szinergiák, amelyeket ugye az Elé, az élet elé dob az embernek, és ezeket hogy tudja összerakni. És ez az egész munka tulajdonképpen arról szólt, hogy hogy lehet nem túl sok pénzt elköltve, nagyon hatékonyan, nagyon segítőkészen ezt a magyar kultúrát valahogy, valahogy promótálni, de rosszul, hogy valahogy olyan ismerté tenni. És, és nekem ez nagyon-nagyon -nagy örömöt okozott. Egy picit beszélgessünk, de mert már megy az idő sajnos, pedig én még órákig szívesen hallgatnálok, és azt hiszem, hogy a nézők is, a magánéletről, mert ugye két gyermek büszke Apukája igen, vagy, úgyhogy róluk, meg ugye a feleséged, és vele is már jó néhány éve is Most már 28, lassan 30 20, lesz. El, előtte ugyan volt... Volt több, több Feleség is, De most ez 28 éve van, igen. és ugye egy színművésznőről van. Igen, van de ő, szó, ő aztán abba hagyta a pályát, és ez egy... Hát ez egy rendkívüli történet, rendkívüli sors, hát nagyon nehéz, nagyon sok... Szó, annak az embernek, aki valamiben nem tudott kiteljesedni egy életen keresztül egy szörnyű nyomás, hogy vajon mi lett volna, ha. Tehát erre nincs válasz. De kiteljesedett, mint feleség, és mint anya, és, és sokféle egy... vállalkozást csinál Igen, hát igen de ő, 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 ő nem egy nyugodt, uh -huh. egy nyughatatlan lélek, és uh -huh. a viszonyunk rendkívül viharos, és most nem úgy érte, hogy hát egy, együtt élünk, és szeretjük egymást nagyon, de hogy mondjam, ez nem egy nem egy sima kapcsolat. Tehát, hogy ez a megoldatlanság, ez a késői érés, a késői uh, új karrierválasztás, hát ő előtte szerzett még egy diplomát, vagy még kettőt, aztán elkezdett kutyákkal foglalkozni, és most itt pátyon uh, kutyaterápiát, meg különböző kutyasportokat csinál, és hát nagyszerűen. Úgyhogy hát ő ebből él, és van egy vállalkozása, és ezt csinálja, és van nekünk óbányán egy egy nagy területünk, és ott, 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 is, ott is ezzel foglalkozik. Szóval úgy, úgy el van ő. Gyerekek, a, a, gyerek, a, fiam az, a, fiam az, 28, igen, tehát körül, igen, és a fiam az a, a, a Soros Egyetem, tehát a CEU-ra jár, és ott PhD-zik. Tehát ő előtte szerzett két mesterdiplomát, a Corvinuson meg a sorosnál, tehát két, ő, ő, őt, a külpolitika, politika érdekli, elsősorban Brüsszel, és sokat volt gyakornok. Nem akarsz soha színművész lenni? Soha. Soha. <laughs> Hála Nem is a értem. jó Istennek. Nem is értem. A kislányom pedig anglisztikát. Hát modellkedett. Ő modellkedett, egy gyönyörű szép kislány, és most a, 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 a Eltén szerzi meg a, a tehát a BA-t, és utána, most volt egy hosszabb ideig ösztöndíjjal Münchenbe szépen megtanult németül, és anglisztikát tanul, és hát ezen a területen keres, vagy könyvkiadás, szóval valami itt, itt kutakodik, és, és hát ez egy, nagy, egy, nagyon, mind a kettővel nagyon jó barátságban vagyok. A fiammal szokat, szoktunk sokat utazni együtt, meg teniszezni. De arról is érzik, Igen, és az és ez közös útról, és ez tényleg remek <laughs> nagyon jó dolog, mert én az édesapámmal tulajdonképpen nagyon keveset beszélgettem és Ha valami hiányzik az életből, az ez. És az édesanyámmal meg, utaztunk autóval ketten elég sokat, és úgy kettesbe, hát egy fiatal ember az idős édesanyjával, az pontosan azért, hogy legyünk összezárva, és hallgassunk együtt, vagy mondjunk egy-egy mondatot egymásnak, és ez holtom napjáig el fog kísérni, mint rendkívül jó érzés. És hát apával ez nem adatott meg, és én azt gondoltam, hogy a legtöbb, amit adhatok ezeknek a gyerekeknek, az az, hogy töltsünk együtt időt. Most voltunk együtt Spanyolországban, és hát felejthetetlen volt, és kocsmáztunk, és mentünk, ide mentünk, oda mentünk a tengerbe, mentünk a Prádóba, a, a királyi palotába. Ez hát, csodálatos volt. Mi a jelen? A, 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 én azt hiszem szűz vagyok, mint hogy szeptemberi, igen. szeptember 16-án születtem, tehát nem sokára. A szűz, igen, és akkor, hogy aztán ezen belül, én nem tudom, hogy milyen, hány órakor születtem, azt állítólag illene tudni, de hát szegény édesanyám, nem tudom, már nem kérdezhetem meg. Úgyhogy ez rejtély maradt, hogy én nekem mi az, azt sem, ha jól tudom, így mondják. Így van. De én egy úgy, úgy hiszem, hogy amit én Engem ez az ezotéria érdekel, de soha nem foglalkoztam vele, de amit én így be tudok mérni, az a, az, hogy milyen temperamentum vagyok. Hát egy, nyilvánvalóan egy kifelé forduló és ismerkedő ember vagyok, tehát nekem ez a tehát én, én kapcsolatorientált ez a jelen, ember mm. vagyok, és engem ez érdekel. És most mik a tervek, mi van? Hát, utazás, külföldi munka, hát az... itthon rendezés, írás, igen, folytatni igen, ezt a könyvet, most eb, mert lehetne. Most lehetne, úgyhogy most én írogatok, de hát azért én rájöttem arra így az írogatás közben, hogy ha, ha az ember írásra adja a fejét, írónak kell lennie, de ez egy mesterség. Ugyanúgy, mint az asztalosság, vagy a színészmesterség. Ezt meg kell tanulni. és ahogy egy történetet rakok össze, van egy mániám arról, hogy a szeretet, szerelem, barátság, ezek mennyire vannak kapcsolatban, vagy mennyire nincsenek kapcsolatban, és kreálok egy történetet, ami hát nyilvánvalóan a saját problémám kivetítése is elolvasom, és borzalmas. És akkor újra keverem ezt, kihúzom, kirakom, átszerkeztem, hozzáírok, kiveszek, és ez egy borzasztó, de nagyon élvezetes agónia. Az a terveim, hát az ember ilyen korban már színészi álmai nincsenek, de nagyon szívesen eljátszanék egy-két szerepet, ami a fejemben van, de nem leszek boldogtalan, ha úgy visznek a temetőbe, hogy nem játszottam el. De hát most ugye ilyenkor már az embert, ha hívják, örül neki, ha nem hívják. Nem örül neki, de azzal is én el vagyok. Akkor egy kicsit több lesz a szabadidőm, többet tudok elutazni, többet tudok teniszezni. Szóval az a, az a tervem, hogy szeretnék egészségesen és boldogan meghalni. Ez, ez a terv. Hát elnéztetem, nem is kell. Hát igen, a többi az pedig mind lényegtelen ahhoz képest, hogy a színházban, vagy, vagy televízióban, vagy, vagy kommunikációs tréning során jut el az ember a, az egészséghez, meg a, a jókedvhez. Andáskám, itt előtted vannak cédulák, és ugyan nagyon elment az időnk, mert én olyan élvezettel hallgatlak téged, de akkor is még öt darabot ki kéne húznod, és, azokból azokról nézni, néhány mondatot így, hogy megosztanál velünk. Öltözködés. Na, hát eddig pozitívak voltak, nem? nem Önzetlenség. <laughs> itt bujkál egy. Gond. Négy és megpróbálok röviden beszélni, hogy az idő ne. Melankólia, nagyszerű. Képzőművészet. Nagy képzőművész barát vagyok, majdnem annyira, nem, annyira azért nem, mint zenebarát, inkább komoly azt gondolom, hogy barát, nagy, nagy, komoly zenebarát vagyok, nagy zenefogyasztó vagyok. A képzőművészetben most éppen nálam Uh, Hieronymus Bosnál nincs nagyobb festő. Én most a Prádóban, amit láttam, az valami különleges volt, tehát nekem most, most, az. De ez változik, ezt beismerem. Volt egy időszak, amikor modigliani-t nagyon szerettem, most már nem szeretem annyira, tehát nem fogok beállni a sorba megnézni. Fiatalkorom van minden képét. Láttam minden képén Ott már beizzárt, nem? Az már hiszem, talán beizzárt, úgyhogy nem bármely, ezt én elővettem ez magam, magam hogy ez nagyon érdekel. Már nem. Most inkább ez érdekel. Nagyon szeretem a, a fehér jóskát, én nagyon szeretem a, 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 a Az El nagyon szerettem, engem nagyon érdekelt az a furcsa világ, amit ő ábrázolt, az a nagyon-nagyon sokrétű, nagyon nagy furcsaság. Borzasztóan érdekelt. Ennyit a képzőművészetről. Jó. A szobrászat nagyon érdekel, hogy hogy csinálják. Azt én el tudnám nézni holtom napjáig, ugye Na, mert te hogy ez magad jut is húrtál, az e csinál És szóval az öltözködés. Az öltözködés egy csodálatos dolog, ha az ember szabadon kezeli. Én nagyon szeretek egy esős, őszi délelőtt, amikor szerdai nap van mondjuk, felvenni egy szürke ö, ö, gyapjú Öltönyt egy mély bordó nyakkendővel, fehér ingel, egy szép fekete cipővel, manzsettával, felvenni egy ballonkabátot, hónom alá csapni egy esernyőt, és semmit se csinálni. Nekem ez <laughs> Sal, nagyon bolyé, hát még hát a kalap. Elmenni, elmen, vagy, kalap, vagy kalap, van, van kalapom, nekem é, is van, é, vagy három kalapom. É, és elmenni mondjuk felek. a gőzfürdőbe, vagy semmit nem csinálni. Állatian utálom a kötelező viseleteket, és nagyon szeretek néha elmenni az operába, így ahogy most vagyok. Tehát azt gondolom, hogy ez egy játék, és ha nem úgy kezeljük, ugyanakkor állatian szeretem azokat az embereket, nagyon mélyen a szívemben vannak azok az emberek, akik megtisztelve a színházat, felveszik a legszebb ruhájukat, kivált vidéken, mert vidéken olyan sokszor nem tudják a szekrényből elővenni azokat a ruhákat, amelyeket ottani szabók csináltak nekik, és tartsák is meg ezt a szokásukat, hogy legyen szép ruha, csináltassanak szép ruhákat, és néha legyen alkalmuk felvenni, és ne csak a sörös hassal üljenek a kanapén és nézik azt a büdös tévét, hanem mozduljanak öltözködés. Nagyon szeretem a szabályszerűen szép ruhákat, tehát... Most a melankóliát az ne az legyen az utolsó. A melankólia legyen most, a melankólia. ne az legyen az utolsó. A melankólia, mint érzés, az tartalmaz valami gyönyörűséget is. Tehát a melankóliának a... Tehát ha, ha, ha az ember egy melankólikus zenét hallgat, milyen érdekes, és ő maga melankólikus hangulatban van, Egyszer csak már a saját hajánál fogva ki is húzta magát a melankóliából, mert rálát arra, hogy ez milyen szép, hogy milyen gyönyörűen van megírva ez a. ez a. Ö, ö, Chopin. So, pontosan sokan berszőz, ami egy igazi, ez az a bölcsődal, rövid, igazi melankólikus darab, ha meghallom, elkezdek sírni, és ez a katarzis engem kirángat ebből a borzalmas ö, élet életérzésből, so, so és olyan boldogan elmegyek ebédelni. Uh -huh. Tehát meghallgatom a berszőzt, és ennek a rossz hangulatnak vége van. Tehát, hogy az ember látja a művészetben azt, hogy más is, így, más is gondolkodik ezen, és leült, és leírta, és megmaradt, és ezt ez ott van az én lehetőségeim között, hogy ezt meghallgassam, vagy elolvassam, vagy megnézzem, és akkor ez engem úgy kiránt ebből. Melankólia nem olyan rossz, mint ahogy kinéz. Gond, a gond az nagyon rossz. A gond akkor a legrosszabb, mikor éjszaka jön az emberre, és elkezd tőle szorongani. Már pedig nappal nem nagyon jön a gond, mert nappal az ember mást csinál. Éled az életet. Mert az éli az életét, és, a meg a Igen, és meg, meg kell oldani És csak, Egyszer csak, amikor nem tudok, mikor a legrosszabb gond az, ami nem az én hatóköröm, amelynek a megoldása nem az én hatóköröm. Gond az, hogy ki fogják rugni, fel fogják jelenteni, büntetést kell fizetni, be kell menni a tárgyalásra, oda kell. Ez a gond. Nincs, nem tudok mit tenni ellene. Mikor a Hamlet a lenni vagy nem lenni monológban leírja a hivatalnak packázását, utált szerelmek kínját, a pörhalasztást, ugye, mint öngyilkossági potenciális okok. Igen, ez a gond. Nem tudok ellene mit tenni, és így szorítja a gyomromat. Nincs rá igazán orvosság. Nincs, nincs, nincs rá, nincs rá. És hát ezek, ezek a leg, legrettenetesebbek, és az a legnagyobb baj, hogy ezek mind élő emberekhez, hivatalokhoz kötődnek. Tehát ugye az egy, egy földrengés az nem gond, az földrengés. Azt meg kell oldani. Én voltam földrengésben, tudom, miről beszélek. Az nem nem tartozik a gondok közé. Összeomlott a ház, kiestem az ágyból, ez nem gond, ez egy megoldandó. A gond az, amiről most beszélek. Ez az, ami az embert az öngyilkosságba tudja kergetni. Ezt a hivataloknak el kéne ezen mélyen gondolkodni, hogy mennyi bajt okoznak ezzel a személytelen, embertelen levelezési stílussal, és, és akkor megjelennek, és ott vannak, ez rettenetes, önzetlenség. Az önzetlenség az egy az azért érdekes, mert az ember... Attól igen boldog, ha önzetlen tud lenni. Tehát igen önző, hogy önzetlen tud lenni. Nekem, nekem a legnagyobb öröm azt látni, hogy valaki elmosolyodik, és azt mondja, jaj, de jó, de, de köszönöm. És akkor mondom, hogy hát ez a legtermészetesebb, de belül pedig, mintha ugra-bugrálok Ugrálok örömömbe, hogy milyen klassz, hogy én most önzetlen lehettem valakivel, és az ennek ekkora örömöt okozott. De szerintem az, ha én nekem valaki, ha velem valaki önzetlen, akkor az egyetlen igazán jó dolog az, ha ezt kimutatom, hogy ez nekem mennyire jól esik. Mert ugye vannak emberek, akikről tudom, hogy jól esik neki, de, nem, de nagyon, nagyon visszafogottan reagál rá, mert ő olyan karakter, de meg van olyan is, aki azt mondja, hogy jó, azt nem szeretem, azt nem szeretjük. Tehát az önzetlenség az egy erős önzés, mert nekünk okoz jót, legyünk önzetlenek, de ha valaki velünk önzetlen, Mutassuk ki az örömünket, hogy nagyra becsüljük, hogy ő velünk önzetlen volt. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Kedves nézőink, a Színész Írók, Író Színészek sorozatunk mai vendége egy olyan író-színész rendező volt, aki egyben világpolgár is, és erről is beszélgettünk a műsorban. Remélem, hogy önök is ugyanolyan élvezettel hallgatták, mint én. Márton Andrásnak hívják. Elköszön a szerkesztőműsor vezető Linka Ágnes.